Az elsős és másodikos diákok 10 nap alatt körbejárják Vajdaság és a Dél-Dunántúl nevezetes történelmi emlékhelyeit, útjukról filmfelvételeket, fényképeket és élménybeszámolókat készítenek, amelyek alapján a történelemoktatás segítő segédanyagot állítanak össze. Arra mutat rá, hogy nem kell nekünk messzire Dél-Szerbiába utazni ahhoz, hogy történelemről beszéljünk és nevezetességekről, hanem a környékben kell egy kicsit kirándulgatni, hogy igazán megismerjük azt a múltat, amiben élünk. Az 5 napos vajdasági körút ma ér véget, a csoport átköltözik Magyarországra, ahol igen gazdag program vár a diákokra. Első úti célunk Mohács lesz, ahol a történelmi emlékparkot fogjuk felkeresni, és utána pedig Szigetvárra megyünk, a Szigetvári csata színhelyét fogjuk megnézni, és a hozzátartozó vára. Ozorára, Simontornyáról, a Földvárra és Pécsváradra fogunk menni, ahol szintén várak vannak. Vasárnap Mária Gyüdre, egy közös misénre fogunk menni, egy 2 templomba, és délután pedig Siklósi várat keressük föl. A diákok nagyon élvezik az utazást. Az olyan helyeken, ahol voltam, azok is rengeteg új információt tudtam meg róluk azokra az épületekről, amiket látok minden nap, és ilyeneket tudok, amit még nem hallottam róla. Pécsen több minden van, például a dzsámit meg kéne nézni, az nagyon szép, akkor Zsolnai negyedet, meg tévétornyot, meg nagyon szép a kilátás a tévétoronyról, lehet látni majd egész Pécset, nagyon szép. A 24 diák és 4 kísérőjük holnap útra kell, irány Pécs, irány Magyarország, ahol folytatódni fog az élő történelem óra.